Vannak még feladatok, de a város kikerült az adósság csapdából. Szentendre reorganizációért felelős apolgármestere a közelmúltban nyilatkozott az eltelt hónapok eredményeiről. Ezt nagyon határozottan állítom. Nem akarok nagyon számokat mondani, de végül is a város, város megháromszorozta a működési eredményét, tehát képes háromszor annyi adósság szolgálatra, mint eredetileg képes volt, és ha ehhez hozzáveszünk azt, amit az állami adósságrendezésből kap, akkor annyira stabilizálódik a város pénzügyileg, hogy már jövőre kisebb fejlesztéseket is el tud kezdeni. Tehát az az elképzelés, és ezt az egyik testület ülésen el is fogadta a testület, hogy a 2013 éves tervben már főleg energia, megtakarító és egyéb költségcsökkentő beruházásokat el lehet kezdeni. Nem lesz túl sok pénze az önkormányzatnak fejlesztésre, de ahhoz képest, mint amit, mikor én idejöttem, a számok alapján én belső, belső körökben azt mondtam, hogy hát arra föl kell készülni, hogy itt azért 10-20 évig nem lesz fejlesztés. Na, szerencsére ez nem így lesz. Szerencsére el lehet kezdeni. Ez nem azt jelenti, mindig félek ilyet mondani, mert mikor a házon belül is mondtam, hogy, hogy, látom az alagút végén a fényt, akkor két nap alatt mindenki elkötött 3 milliárd forintot, szóval azért nem ott állunk. De azt, hogy, hogy lehet pici beruházásokat, főleg a V8 és a, a VSZRT környékén energiával kapcsolódó beruházásokat megtenni, azt biztos, hogy el lehet kezdeni. Az elején tárgyaltunk a bankkal is és az önkormányzattal is, akkor két kérdés volt. Az egyik az, hogy... hogy az két feladat volt. Az egyik az, hogy, hogy elérni azt, hogy a város képes lenne az adósságszolgáltát fizetni. Ezt elértük. A másik, hogy ez fenntartható legyen. A fenntarthatóság miatt, illetve az én válságmenedzseri stílusom is ebb, ebb, ebből ez az alapja, én általában avval foglalkozom, hogy az emberek hogy gondolkodnak. Meggyőződésem, hogy nem a pénzügyi szerződések tesznek tönkre egy várost, nem a konstrukciók, nem a, nem a beruházásai, hanem a gondolkodása. Tehát egy városban itt is ezt láttam legfontosabbnak. Például azt a gondolkodást, hogy a, hogy, a, hogy a városháza, az önkormányzat, meg a WSZRT közötti távolság nagyon nagy volt. Nagyon sok pénzbe került az, hogy egymást nyaggatták, és, és nem volt egy kooperáció most remélem ezt megoldottuk, és nagyon bízom benne, hogy ez nem fog újjálakulni. Tehát valójában a, a, gondolkodásmódot próbáltam, a fogalmazok úgy, a működési kultúrát próbáltam megváltoztatni. Ezt persze két-három év. Én csak az indító lökést adtam meg, és nagyon bízom benne, legutóbb a polgármester úr több különböző rendezvényen nagyon határozottan azt mondta, hogy nem fordulok vissza. Tehát ilyen módon ő, ő nagyon annak a híve, végül is ez rajta fog múlni. Tehát, hogy ő folytatni fogja a, ezt a fajta gondolkodást, hogy ő nem csak a, a prezentáció, hanem a valóságban is azt fogja csinálni, hogy van neki két különböző sapkája. Az egyik a politikusi, a másik pedig a menedzseri sapkája. Neki a város kell lenni, és a város ezt az utat kell folytatni. Ő nagyon elszánt, hogy ezt teszi. Nagyobb bízom benne, hogy a vezető társai inkább támogatni fogják, mint fordítva. Polányi Sándor csütörtökön egy összvezetői értekezleten, majd a testület ülésén is részt vett még. A mai napon néhány hivatalos találkozó után átadja eddigi munkakörét, és ezzel a gesztussal lezárul az a reorganizációs munka, amelyet február óta végzett Szentendrén a gazdasági szakember.